Temesvár főterén nézelődve szólok a város múltjáról. 1212-ben a temesi Komesz a várispán székhelye volt. Az első királyi várkastélyt 1318-ban Károly Róbert építette fel. 1397-ben Zsigmond császár országgyűlést tartott itt. 1458-ban Mátyás király, majd 1492-ben Kinizsi Pál innen indult a török ellen. A pestis oszlopot a várost megtizedelő 1738-39-es évi nagy pestis járvány emlékére állították. A Dóm tér. A volt püspöki palota. A dóm a csanádi püspökség székes egyháza volt. Tornyai azért ilyen alacsonyak, hogy az ágyuk kilövést ne akadályozzák. 1736 és 1773 között Emanuel Fischer von Erlach tervei alapján osztrák barokk stílusban épült. Savoyai Jenő herceg háza. A Hunyadi várkastély Temesvár egyetlen középkori részleteket is megőrzött építménye. A várkastélyt 1318-ban Róbert Károly király építette, s ezt alakította át Hunyadi János. A kastélyt 1856-ban újjáépítették, és az akkor kapott alakját látjuk ma is. A Bánáti Ortodox Metropólia katedrálisát 1936-ban kezdték el építeni, és 1946-ban fejezték be.
5000 hívő befogadására alkalmas. A pártoszi új Szent József erekjéjét tartalmazó szarkofág.